az egyháznak az a feladata és a küldetése, hogy egyfajta fölemelt, mutató újként, figyelmeztető jelként ott legyen a világban, ott legyen a tágabb és a szűkebb közösségben, és mondja azt, hogy mi igen, és mi nem. Az egyház egy ilyen fölemelt, mutatóúj, a gyülekezet egy ilyen fölemelt, mutatóúj, a lelkipásztor egy ilyen fölemelt, mutatóúj, és leginkább Istennek az igéje, Istennek a szava, a Biblia egy ilyen fölemelt, mutatóúj. De ez a mutatóúj először nem ránk mutat. Nem rátok, kedves testvérek, vagy rám mutat, vagy a szolgatásokra mutat először, hanem valami másra, valamire, ami még fontosabb annál, mint hogy mit szabad és mit nem szabad, mint hogy mit kell és mit nem kell, és hogy hogyan kéne és hogyan nem kéne, ez egy fontos dolog. Ez a rámutatás az egyház, erről írt Barkára egy gyönyörű elmélkedés, az egyháznak a szolgálata, ez a rámutatás, ez a felemelt mutatóúj. De nem az emberre mutat, hogy te ember, szégyeld magad, mert ezt se, meg azt se tetted meg, ezt se csináltad, mert meg azt se, meg nem így kéne, hanem amúgy kéne, hanem rámutat arra, aki ott függ a kereszten, az Isten báránya, aki hordozza, aki elveszi a világ bűneit. Ez a mutatóúj, ez a felemelt, túldimenzionált mutatóúj, ez az üdvösségre mutat, még inkább az üdvösség szerzőjére. Arra mutatunk, arra mutat a gyülekezet, az egyház, a templom, a mutatóúj, aki a szabadító. És ezért olyan jó látni azt a szép régi rendet ott a falvaknak a közepén, a városoknak a közepén, a gyönyörűnök katedrálisok és azok a kicsi, szerény, de mégiscsak erős falu, erős bástyájú templomok, mint ez a berei templom is, amelyeknek a tornya fölfelé mutat. Nem magunkra mutatunk, nem is másokra mutogatunk, hanem fölfelé mutatunk. Arra az igazságra, arra a szabadításra, arra a teljes üdvösségre, arra a teljes jóra, summum bonum, így mondták a régiek, ami nélkül az életünk bizony nagyon keveset érne, talán semmit sem.